Ne hülyeség! Nem hazudok, különben se hazudok. Nem. Nem baj. Még egyszer. Tulajdonképpen igazad van. Úgy gondolod? Igen. Igen. Teljes mértékben. Értem. Miben is? Amit az előbb mondtál. Cserhalmi Gyuri és Dunai Tamás korában még nem játszottak együtt. Egy nap állt rendelkezésünkre, hogy ezt a rövid filmet felvehessük, és annak ellenére, hogy korábban nem dolgoztak együtt, már tulajdonképpen a reggel, a délelőtt során olyasfajta összhang alakult ki kettejük között, ami nyilvánvalóan a képernyőn keresztül is érezhető. Érzésem és meglátásom szerint ez az, amit az emberek nem tudnak nem észrevenni. Furcsa volt egy főiskolás film, de régen csináltam főiskolás filmet, milyen jó szokott az lenni, és akkor elolvastam a könyvet, és így eltátottam a szám, és azt mondtam, hogy ez valami. A Máté könyvéből, novellájából Dávid írt egy nagyon-nagyon izgalmas forgatókönyvet. Mert magadban pontosan végig gondoltad, hogy én úgyis azt mondanám, hogy ülj csak a tiszta felére, én meg itt majd elcsörögök szarba, úgyhogy pontosan öt kötöttél ki, ahol a levőbe. Bezony. Ennyi. Bocsánat. Még a színész legendáink érkezése előtt pár héttel mi leforgattuk a teljes filmet magunk, hogy mindenki tudja, hogy hol van a helye. Nagyon sok változó volt ebben a képletben, tehát körülbelül egyetlen lehetőségünk volt tényleg aznap felvenni az egészet, és hát szabadtéren játszódik az egész, ugye az időjárás esetleges viszontagságainak is ki voltunk téve. Hogy a francba csinálod? Nem hiszem el, hogy már megint te nyertél. Ez egy pályacsúcs, ha úgy vesszük, 70-valány évesen. Ő nekik egy nyitány. Általában nehéz a jó nyitányt megugrani, de ahogy elkészültek ez a stáb, ez a 10 fő stáb, tényleg azt éreztük a Gyurival, hogy itt minden a helyén van. Mi csak a figurák lelkét tettük hozzá, azt viszont 100%-ig, vagy 120%-ig. Figyelj már! Komoly téma következik. Halál. A Vajda Jánosnak a verse, az a nővéremnek jutott eszébe, aki irodalomtanár, és megnézte a filmet, és az utolsó verszaka így szólt: hát ha minden a világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom. Voltak olyan pillanatok, amik nem is voltak benne a forgatókönyvben. Nem is voltak előre megírva. Ott születtek. Ott születtek, és a rendező nagyon okosan és nagyon érzékenyen. Ott például totálra akart vágni előtte, amikor a tyutyú odahagyja a fejét hozzá. Olyan fantasztikus pillanat volt, hogy aztán nem volt szíve totálra vágni a rendezőnek, és azt mondta, hogy ezt meghagyta közeliben, és hát nagyon gyakran ez is jelenik meg az internetes fórumokon, ez a kép, ahogy kvázi a két fej majd nem összeér. Ha ott lettél volna, tudnál mindenről, de nem voltál ott. Nagyon sajnálom. Nem baj, nem számít.